Lemegyünk, utazunk, felmegyünk, zúg, zajos, rohanunk, de csak ritkán állunk meg, hogy körbenézzünk és lássuk, mennyire mély, mennyire magas és mennyire hosszú. Már 5 éve birtokba vették, használják napi szinten a budapestiek a 4-es metrót. Azt a metróvonalat, amit már a 70-es években elkezdtek tervezni, és már a markánsan, látványosan változtatta meg a főváros képét. Nagyon reméljük, hogy ez 50 év múlva is még olvasható és helytálló lesz. Megmutatjuk, ki irányítja a központból a vezetők nélküli kocsikat. Építészek, szakmabeliek emlékeznek vissza arra az izgalmas időszakra, amikor még javában folytak a munkálatok, és arra keressük a választ, hogyan hat Budapestre a zöld színű vonallal jelzett 4-es metró. Erő Zoltán építész, az állomások tervezésért, építésért felelős generáltervező mesél a kezdeti kihívásokról. A funkció az elsődleges, tehát az, hogy az utasforgalom minél jobban működjön, hogy a vasúti technológia beépíthető legyen, hogy a rengeteg egyéb szempont, ugye tartószerkezeti szempontok, tűzvédelem szempontjai, szellőzés szempontjai, ezeknek mind helyet kellett találni, ezt mind meg kellett oldani. Tehát az építész nagyon sokféle szempont alapján gyúrta össze a végső megoldást. Az, hogy emellett tereket alkothattunk, ez egy külön jutalomjáték volt. Itt azért alkothattunk ilyen egyedi tereket, ilyen léptékű tereket, mert a 2000-es évek elejére a világban egy új építéstechnológia terjedt el, ez az úgynevezett résfalas építéstechnológia, tehát ezeket a nagy vasbeton doboz szerkezeteket, ezeket mindenképpen kialakították volna. Ezen az állomáson gondoltuk ki a gerendákba rejtett lámpáknak a rendszerét, ami több másik helyszínen is megtalálható és érvényesült. Itt alakult ki az, hogy hogyan kezeljük a peron közepére telepített tárgyakat, hiszen ugye itt nincsenek falak, tehát itt nem lehet fal mellé tárgyakat tenni, tehát itt ezek a berendezési tárgyak, amik ugye lényegesen finomabb minőséget képviselnek, mint a rusztikus, durva vasbeton falak. Ezeknek rengeteg funkciónak kell itt is megfelelni, az információ átadástól, az ülőhely, a támaszkodóhely, a tűzcsapa, az elektromos csatlakozó, tehát ezeket ezekbe a tárgyakba kellett bele integrálnunk. Egy város egy élő szövet, mint az emberi test. Tehát, hogyha az ember egy város testébe belenyúl, mint építész, annak az anatómiáját, annak az élettanát úgy kell ismernie, mint a sebészorvosnak a műtét előtt az emberi testet. A 4-es metróvonal kormányokon és rendszereken átívelő közel 30 éves előkészítése után a 2000-es évek elején kezdődhetett el épülni. Ám nem csupán síneket és megállókat terveztek a szakemberek. Az állomásokhoz tartozó felszíni terek is megújultak. A Gellért szállónak a rekonstrukciós tervén dolgoztam én 15 évig, és ezért a Leonardo da Vinci utcai fővárosi levéltárban már eléggé otthonosan mozogtam. Az összes régi tervét átnéztem, egész addig, amíg ki nem tiltottak onnan, mert el lehet képzelni, hogy 100 éves terveket az ember kézbe vesz, nincsenek restaurálva, porlanak, törnek, de azért a lényeges adatokat megtaláltam. A Szent Gellért tér újrafogalmazása, felújítása Dévényi Sándor, Kossuth és Ybl Miklós díjas építész munkája. A szállóval annyit foglalkoztam, hogy az egész térnek a történetét tökéletesen ismertem. Ez egy újkori képződmény. Itt a sáros gyógyfürdőnek volt a középkorban, ugye ezt alhévíznek hívták, aztán az újkorban a sáros fürdőnek egy kupola építménye, amit a 19. század végén, amikor épült a Ferenc József híd, meg a Reiter Ferenc által tervezett rakpartoknak a sora, amelyek azóta műemléki védettséget élveznek, 14 métert emelkedett itt a térfelszín. Tehát ez a kupola, fürdőcsarnok, ez eltűnt a föld alatt. Ez nem igazi tér. Ennek csak épített térfala csak délen van és keleten, északon ugye a Gellért-hegy és a Szabadsághíd határolja, de kelet felé nyitott a tér, a Nagy Magyar Alföld felé, illetve hát a pesti part felé nyitott. Úgyhogy úgy éreztük, hogy itt egy új hangsúlyt kell ezen a téren létrehozni, amelyik kijelöli a térnek a súlypontját.
Na most ez a hely, ahol most állunk, ez a súlyponti hely, és amit mondtam, hogy itt volt régen egy fürdőcsarnok, 14 méterre a föld alatt most is megvan, onnan jön most is a gyógyvíz a fürdőbe részben. Egyszerűen azt a elemet kiemeltük, és itt a föld felszínen kvázi megismételtük. Maga a forrásház, ez pedig egy kis világmodell akar lenni. Ugye benne a Dobán Sándor barátom által készített kút a föld mélyéről föltövő energiákat szimbolizálja, tehát azokat a hévizeket, amelyek Budapestnek a legmarkánsabb eleme talán. A fölé boruló kupola pedig egy világmodell, egy kozmikus modell. A 8 lába és a tetején az Opeion, a 9. elem, ez tulajdonképpen a magyar ős legendában, vagy a keleti népek legendájában meglévő 9-ágú életfa motívum. Ezeket a lábakat én el is neveztem, a főégtájak felé és az alégtájak felé különböző motívumokat helyeztem el rajta. Kozmikus motívumokat a főégtájak felé, a napot, a holdat, amelyet a magyar népművészetnek a formavilágából vett el, rajzokkal díszítettem. Az alégtájak felé pedig földi motívumokat, Budapestnek a két címer fele és a magyar címernek a két címer felének archaikus ábrázolásait. A négyes vonal megállói is egy véletlen szimmetriát alkotnak. Bár nem direkt tervezték így, de az állomások elhelyezkedése a kiegyensúlyozottságot, egyenlőséget, Budapest kétpólusú berendezkedését szimbolizálja. Egy történeti városba dolgozni ez egy öröm és egy különös élmény. A 10 állomásból álló vonal mindkét vége egy-egy pályaudvarhoz csatlakozik, Kelenföldhöz és a Keleti pályaudvarhoz. Utána a pesti és budai oldalon is egy-egy park található, a Bikás Park és a II. János Pál pápa tér. Az Újbudai, illetve Rákóczi téri állomások mellett vásárcsarnokok vannak, majd két városi gócpont következik, Kálvin tér és a Móri Zsigmond körtér. A vonal közepéhez érve a pesti, illetve a budai rakparton is egy-egy állomás található, a Fővám tér és a Szent Gellért tér. A másik térfélen helyezkedik el a metrónak a följárata. Azzal kapcsolatban meg az volt a gondolatom, hogy ez az a pont, ahol a metró valóságban is átbújik a Duna alatt. Tehát ezt az élményt úgy akartam a metró utasai számára érzékletessé tenni, hogy amikor följönnek a lépcsőn, a felszínre, akkor egy vízfelület veszi őket körül, és ez a vízfelület így bezubog a lépcső két oldalán a metró irányába, tehát effektíve érezhető, hogy most bújunk ki a víz alól, a Duna alól. Lehet, hogy utólag magyarázzuk ezt bele, de van egy ilyen ugye nőies karakter, férfies karakter itt ezen az állomáson, és ez a kettő valahogy találkozik. 60 Ádám nevéhez fűződik a tér alatt húzódó állomás megtervezése. Bécsi, londoni és müncheni példák is inspirálták az építész csapatot, de a Szent Gellért téri állomás adottságai miatt egyedülálló lett a végeredmény. Most ahol ott állunk például, ez egy alagutas állomás és egy dobozos állomás szerkezetnek a keverék állomása ez a Gellért tér. Ilyen nem volt korábban Budapesten. És ez egyébként azt is magyarázza, hogy igazából előképeket sem nagyon lehetett ehhez keresni. Kétfajta teljesen más tér találkozik egymással, és hogy ezzel mit lehet kezdeni. Tehát ez eleve akkor nem egy tér, hanem kettő, amit meg kell tervezni, és valahogy ennek az összetalálkozását is kezelni kell. Itt az összetalálkozást egyébként ezek a csövek hidalják át, ami a peront összeköti. Egyébként pedig a két tér teljesen más karakter. Itt egy íves alagút szerkezetben vagyunk, amit mindenképpen valahogy teljesen máshogy akartunk megfogalmazni. Figyelem az ötös vágányról, szerelvényen forgalomban. A föld alól most a magasba érkezünk. A 4-es metró irányító központjában kalauzol minket a munkaállomások között Bátorfi Gábor, aki már 4 évtizede a budapesti metró üzemeltetésnek szenteli az életét. Az egész vonalat
egy nagyon bonyolult számítógépes rendszer vezérli, tulajdonképpen felügyeletet látunk el, és ha a rendszer érzi a saját problémáját, akkor jelezni fog. Ugye itt lehetett hallani ilyen kis bimbam hangokat, ugye ezek a riasztásnak az akusztikus jelzései, illetve hát aztán láthatóan is kijönnek ezek a piros csíkok, a villogó, tehát sok minden segíti azt, hogy a jelzés alapján a kollégánk oda tud nézni, és rögtön tudja, hogy hol a probléma, mit kell csinálni. Az utastájékoztatók, diszpécserek, forgalmi operátorok 24 órás szolgálatban irányítják és követik a 4-es metró működését a monitorokon és a számítógépeken keresztül. Csúcsidőben 13 vonattal állomásonként napi több tízezer embert szállítanak a 4-es metró szerelvényei, melyekben vezetőket nem láthatnak az utasok. Virtuálisan ő vezeti a 13 vonatot egyedül. Hát ő felügyeli, hogy a rendszer jól vezeti a 13 vonatot, egyéb iránt valóságban is képes a kollega itt, mindannyiuknak jogosítványa is van egyébként. A lényeg az, hogy a vezető nélküli vonatok ugye a rendszer által vannak víve, és a diagnosztikájuk pedig folyamatosan figyeli, hogy milyen állapotban vannak. És ha valami probléma van a járművel kapcsolatosan, a diagnosztika ide küldi fel a riasztásjelzést, és itt lehet megnézni, hogy mi a baj a vonatnak, azon felül, hogy be lehet avatkozni, ajtót nyitni, zárni, állva tartani, elindítani, tehát néhány dolgot lehet távvezérelve is megoldani. Visszatért mindig ez a kérdés a szakmán belül is, hogy jártál ellent. Az építészettel, városképpel foglalkozó újságírók, fotósok éveken keresztül követték a 4-es vonal építkezését, az új városi elem megszületését. Az Oktogon magazin annak idején egy egész számot szentelt az urbánus jelenségnek, Bujnovszky Tamás díjnyertes művészi képeivel. Egy épület fotózása, főleg egy ilyen projekt, tehát ugye 10 épületből vagy álló projektnek a fotózása, ez mindig egy feszültség, tehát hogy meg kell találni azokat a fontos pontokat, azokat a nézeteket, egyáltalán az egésznek a hangulatának össze kell állnia, pedig ezek nagyon különbözőek, de hogy mégis kell egy, hogy mi az, amire fel tudom építeni ezt az egészet. Tehát ez a döntő része a fotózásnak. Valójában ez egy olyan feszültség számomra, hogy amikor vége van, akkor utána már nem foglalkozom vele. A vizuális kultúra az tényleg egy folyamatosan gazdagodó dolog, és a kortárs események azok mindig kihívásosak. Megszoktuk már azokat a házakat, amik között 100 éve élünk, de hogyha valami új történik, akkor ahhoz hogyan alakítsunk ki viszont. És szerintem ez egy nagyon, nagyon pozitív példa, hogy nagyon változatos, nagyon jó minőségű kortárs építészek találkozik az utazó közönség, és én azt is gondolom így mondjuk 4-5-6 év távlatában, hogy elfogadta a város ezt a fajta építészeti színvonalat, építészeti nyelvet nem kritizálja senki, hanem van ez a fajta elfogadás, ami egyébként nagyszerű. Ez a tér, ez egy rendkívül fontos tér volt a Pest évben, akkor ez így volt. Gyakorlatilag ez volt a történeti város magnak a kecskeméti kapuja. Ide hozták az állatokat, a terményeket és minden egyebet ide hoztak, és innen vitték tovább be a városba. Tehát ez egy, mondhatnom, hogy ez egy piactér volt. Majd a 19. század közepén megépült a Nemzeti Múzeum, és elindult a Palota negyed, és kiépült a tér, és ez egy ilyen valódi élettel bíró városi tér lett. Budapest legtöbbet változó terére talán joggal pályázhatna a Kálvin tér. Az elmúlt 100 évben rengetegféle arcát mutatta ez a környék. A tér az tulajdonképpen egy közlekedési gócponttá változott. Városi térnek egyáltalán nem nevezhettük. Gyakorlatilag rendkívül szűk járdafelületek és olyan szigetek alakultak ki, ahol a gyalogos nem is tette rá a lábát. Gyakorlatilag a gyalogosokat leszorították az aluljáróba. Abba az aluljáróba, ami egyébként a 3-as metró miatt épült meg. És hát ez egy elég érdekes helyzet volt, mert az emberek ott tébláboltak az aluljáróba, nem tudták, melyik kijáraton jöjjenek ki. Kijárat az volt bőven,
és hát bizony, hogyha nem jó helyen jöttek ki, akkor vissza kellett menni, és meg kellett keresni a jó kijáratot. Skardelli György, a Kálvin téri állomáshoz tartozó felszíni munkálatok tervezője, építésze hosszú éveken keresztül testközelből követte nyomon a környék mindennapjait. Történetesen az iroda, ahol én dolgoztam, az pont ránézett erre a térre. Hát szörnyű volt. Az új tervek kialakításánál fontos szempont volt az átjárhatóság, átláthatóság, a tér szellősége. A térnek a túlnyomó része, mint egy kétharmad része, az visszakerült a gyalogosok tulajdonába, és például az, hogy átközlekedjünk a tér egyik feléről a másikra, ez a térfelszínen is legalábbis három ponton erre megvan a lehetőség. Tehát az aluljáró az azt a szerepet tölti be, ami egyébként a szerepe kell legyen, hogy a metró, a felérkező metró, most már két metróvonal is ide érkezik, hát onnan érkező utasok azok ki tudjanak találni a térre. Valóban hosszú évtizedekre meghatározza az ember ennek a környéknek a sorsát. Az építészek szakmai felelőssége volt a tervezésnél, hogy az utasokban, lakókban hogyan hagy nyomot, hogyan formálja környezetünket a négyes metró. Szerintem nagyon fontos nyomot hagy, vagy hagyhat. A budapestieket és a turistákat is alig néhány év alatt megihlette, elvarázsolta az új környezet. Profi fotósorozatok, modellekről amatőr vicces képek, de esküvői fotók is készültek már a négyes metró környezetében. Gyönyörűen lehetett látni a Gellért-hegyet, a Szabadságszobrot, és a jegyes fotózást, azt eleve ott a Szabadságszobornál szerettük volna tartani, és így a Gellért-hegy azt ugye a szomszédságba adódóan praktikusan szóba tudott jönni, és hát mint a képeken látszik, remek beállításokat sikerült a Kiferihárnak összehozni és megörökíteni a pillanatokat. Egyszer erre jártam a Gellért téren, és látom a forrásházba egy mennyasszony, egy vőlegény, és fényképezik egymást. És akárhányszor erre járok, mindig van benn valaki a házban. Használja. Egyszer egy turista csoport volt ott, és idegenvezetővel. Hát egy kicsit úgy beálltam, mit mond. Nagyon megnyugodtam, mondta, Dévényi Sándor tervezte ekkor és ekkor. A turisták emlékeinek, a lakók napi ritmusának része lett a négyes metró. Észrevétlenül, de ott van az életünkben. A Budapesti Közlekedési Társaság egyes dolgozóinak persze a metró már sokkal többet jelent, mint közlekedési eszköz. Ez egy nagy család, ugye erről is lehet beszélni, hiszen mindenkinek van valami családi kapcsolata. Így vagyunk. Anyukája is itt dolgozott a központban valamikor, már nyugdíjas. Jól megérdemelt, több mint 30 évig metrózott. Az operátor kölögenőnél és a szülei, mind a kettő, az apukája menetirányító volt sok-sok évtizedig. Én azt gondolom, hogy ez az, ami itt összetartja a társaságot, mert a nagy része az bizony évtizedeket tölt el itt. Amellett, hogy nem könnyű munka, hiszen számolhatnám én is, hogy hány karácsonyom volt otthon, meg ők is, meg hány húsvétom, meg hányszor tudtam elmenni nyáron szabadságra. De hát ez a dolgunk, nekünk működnünk kell. A modern, urbánus építkezéseknek ma már alapkövetelménye az élhető környezet megóvása, az élettér tiszteletben tartása. Olyan térbútorokat helyeztünk el, amelyek nagy egybefüggő zöldfelületeket tettek lehetővé. Olyan dézsákat helyeztünk ki a térre, amely nagyobb fáknak a telepítését tették lehetővé, és ezeket mind úgy tettük meg, mind az alacsonyabb, mint a magasabb növényzeti területeket, hogy azoknak neki lehessen dőlni, le lehessen ülni rá, tehát alkalmasak legyenek valóban arra, amit kitűztünk eredendően célként, hogy az emberek jól érezzék magukat ezen a téren, lehessen ez egy találkozási pont, bevárhassák egymást, és így tovább, és így tovább. Szerettük volna úgy építészetileg megfogalmazni, hogy ez egy kevés elemmel rendelkező, de szabadon bejárható nagy gyülekező, találkozó tér legyen, ami a Duna felé nyitott. Tehát a Váci utcának a zártsága itt a Duna felé fölnyílik. Kicsit nehéz dolog az, hogy ahogy a Gellért térnél is történt, itt is feltöltötték ugye árvízvédelmi okokból a Dunapartot, tehát a tér
nem a Duna felé lejt, hanem éppen visszafelé, de ezt kertészeti eszközökkel próbáltuk valahogy rekonstruálni. A 4-es metró vonalának találóan szimbolikus a zöld színe. Nem csak az építészek terveinél volt kiemelten fontos a környezettudatosság, a rendszer vasút technológiai megvalósítása energiahatékonyság szempontjából világszínvonalú. A közösségi közlekedés önmagában ugye energiafelhasználásban lényegesen kedvezőbb egy főre jutó kilométerek szempontjából, mint az autóhasználat, tehát ez már környezettudatos dolog, de ezen a vonalon és most már a többi metróvonalon is a új szerelvények, ezek visszatermelik fékezéskor az áramot, tehát ebben a pillanatban, hogy ez a vonat itt megáll, ebben a pillanatban egy másik vonatot energiával lát el, amelyik a vonalon mozog. Tehát ezzel, csak ezzel az egy dologgal egy 20-25%-kal sikerül a vontatási energiát csökkenteni. Ez egy nagyon fontos dolog, ez például abban érezhető, hogy míg a nem is olyan régen még a 3-as metrón a vonatok nem ilyenek voltak, meleg volt. Fékezéskor az állomásokat hűteni kellett, különösen nyáron, tehát az egész szellőzőrendszer arra épült ki, hogy a fékezéskor termelődő hőt azt valamilyen módon kijuttassuk a felszínre. Ezek az állomások 2-3 fokkal hűvösebbek nyáron is, mert a vonatok nem fűtik föl. Szeretik a tereknek a tisztaságát, szeretik a fényt. A környezettudatosság az életterek kialakításánál, az állomások megtervezésénél vizuális szempontból is fontos szerepet játszott. A mi szerepünk, a saját feladatunk egy kicsit ilyen generáltervezői feladat volt, de ez nem azt jelenti, hogy mi mondtuk meg, hogy kinek mit kell tervezni, hanem egy közös műhely munkán alakult ki az az építészeti nyelv, az az építészeti megközelítés, az a szerkezeti megközelítés, amit például ezen az állomáson is látunk. Ez egységes maradt végig a koncepcióalkotásban, és az 5-6 építésziroda ehhez a feltételrendszerhez igazodott a későbbiek során. És hát mondhatom, hogy egy olyan munkacsapatot alkottunk, ahol nem beszéltünk el egymás mellett, hanem nagyjából ugyanazt a megközelítést sikerült érvényre juttatni végig. Érezzük tehát az egységességet is, de az állomások azért emellett egyediek. Mindegyiknek más a pozíciója, mindegyiknek más a térszerkezete, tehát eleve uniformizált állomásokat nem lehetett volna építeni. Az Újbuda központ megálló peronján nincsenek nagy oszlopok, a levegős, nagy teret és a beáramló fényt nem töri meg semmilyen szerkezeti elem. A Szent Gellért téri állomás szépsége viszont pont az apró dolgokban rejlik. Volt egy csíkos kép, és azt tulajdonképpen egy nyomdai eljárással grafikusan fölbontottuk, és utána azt ültettük át ebbe a kis mozaik pixelbe, és ettől egy ilyen érdekes pixeles, ugye QR kód-szerű dolog jött létre, ami egyébként megérzem, hogy akkoriban ez a QR kód még nem volt nagyon elterjedt, ezt most utólag mondjuk rá, de a tervezés közben mindig azt a szót emlegetek, hogy húzagolás, az olyan, mint a puskacsőnek a húzagolása, és valahogy vagy dinamikusan beránt a térbe, vagy kifejezi ezt a metróknak ezt a gyors fékezését, indulását, amit itt lehet látni. A 4-es metró építészeti értékeit több tucat díjjal ismerték el az évek során. Számtalan magyar szakmai nívódíj mellett nemzetközi, brit és francia rangos megmérettetéseken is jutalmazták az egész vonalat és az egyes állomásait külön-külön is. Ha az ember végignézi a világ nagy metróit, ilyen építészetileg, ilyen nagyszabású és ilyen karakteres metróvonal, mint a 4-es metró nem nagyon van a világban. Általában a legszűkebb, funkcionálisabb tereket hozzák létre egy metró építésénél. Hát a londoni metró, a millenniumi metró az olyan picike, hogy így tud benne állni az ember. Vagy a barcelonai metróba kilométereket megy az ember leföl ilyen szűk folyosókon. Vagy a New Yorkról ne is beszéljek. Mivel sok ember halad át rajta, nagyon sokan látják is, és nagyon tehát lehet hatással az emberekre. És ez egy nagyon furcsa és érdekes hatás egyébként, mert mindenki a lehető legrövidebb ideig tartózkodik érthető okokból ezeken a helyeken, de
de az akár egy meghatározó dolog is lehet, akár a napját meghatározhatja valakinek, hogy hol jár dolgozni. Egy pulzáló, pezsgő, zakatoló modern nagyváros életében egyre kevesebb az állandóság. Folyamatosan változik, fejlődik a város, és ha meg kellene mondanunk, hogy hogyan néz ki majd Budapest 50 vagy 100 év múlva, akkor nehéz helyzetben lennénk. Egy biztos, a 4-es metró állomásai, a vonal mentén kialakult terek akkor is meghatározó, szerves részei lesznek a fővárosnak.